Hivatalos eredményeket még nem lehet nyilvánosságra hozni, de az exit poll felmérések alapján úgy tűnik, képviselet nélkül maradhat a felvidéki magyarság az Európai Parlamentben. Az alacsony részvétel mellett zajlott szlovákiai EP választáson rekordszámú 31 párt küzdött a 13 megszerezhető képviselői helyért, amelyen 5 évvel ezelőtt 8 párt jelöltjei osztoztak. Az urnákhoz járulók száma ugyanakkor némileg magasabbnak tűnt, mint a 2014-es EP választáson, amikor az uniós tagországok közül és az ország történetében egyaránt a legalacsonyabb volt a részvételi arány, mindössze 13%-os. A választáson 21 párt állított teljes listát, köztük a Magyar Közösség pártja és Szlovák-Magyar Vegyes párt, a Most Híd is, ők 2014-ben 1-1 mandátumot szereztek. Az előrejelzések szerint a Most Híd 2,6%-ot kaphatott a választásokon, ezért elképzelhető, hogy most egyetlen jelöltet sem juttathatnak az EP-be. A Magyar Közösség pártja mandátuma egyelőre kérdéses, mivel pont 5% körül mozognak a nem hivatalos adatok alapján, de az exit poll csupán 4,96%-ra méri. A telefonnál Menyhárt József, MKP elnök. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnök úr, van-e ok aggodalomra, ami a felvidéki magyar képviseletet illeti az Európai Parlamentben? Én úgy gondolom, hogy ez majd ma 23:00-kor pontosan látszik, de azért azt, hogy 4,96% körül billegünk, az azért eléggé komoly aggodalmat jelez mifelénk. Azt, hogy a Híd nem került be, az egy dolog, tehát az várható volt, hogy kicsi lesz részükről az érdeklődés, főleg a himnusztörvény miatt. Viszont az, hogy 20%-ra emelkedett most a részvételi arány, ez megnehezítette a mi dolgunkat is. És hiába ment el közel 13 ezer szavazóval több a Magyar Közösség pártjára leadni a voksot. Ez most pont egy ilyen eredményt szül, hogy várnunk kell 11 óráig, és akkor látjuk majd pontosan. Ezért biztatok mindenkit most, minden határon túli magyart és anyaországbeli magyart is, hogy vegyenek részt a választáson. Akinél ma zajlik a választás, mint ahogy Romániában is, az ne kerüljön olyan helyzetben, mint ahogy most mi is várjuk az eredményt. Elnök úr, köszönjük, hogy válaszolt kérdésemre.